Kedves hallgatóink, nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket az Ottawai Magyar Ház rádió televíziójának első nyári adásában. Ez a mai adás abból az alkalomból készült, hogy 1981. július elején megépült és megnyitotta a kapuját az Ottawai Magyar Ház. Igaz, hogy akkor még nem így hívták, de arról már később szó esik. Azóta 40 év telt el, és 40 év munkája van benne ebben a házban. Nem csak az építőknek a munkája, mert azok indították el, hanem azok is, akik 40 év alatt támogatták, föntartották, eljöttek ide, és élvezték azt, hogy az Ottawai Magyar Ház otthont adott az Ottawa és környéke magyarságának a magyar szó, a magyar ének, zene, tánc, és nem kis mértékben a magyar konyha ízeinek élvezetében. A mai beszélgetésünkre négy személyt hívtunk meg, hadd mutassam be őket sorba. Elsőnek Scheffer Márta, Scheffer Imre özvegye, aki részt vett az Ottawai Magyar Ház építésében. Mellettem Pánsági Rudolf, aki a jelenlegi elnöke az Ottawai Magyar Ház. Bakonyi Endi, aki részt vett szintén az Ottawai Magyar Ház építésében. És Szelepcsényi Ernő, aki ugyancsak segített, és úgy tudom, hogy sok mindenben hozzájárult a telek és egyéb dolgok megszerzésében. Tehát a következőkben az itt megjelentek egyesével egyenként fogják elmondani emlékeiket, és most erre fog sor kerülni. Tehát elsőként Szelepcsényi Ernőt kérdezem, aki tudomásom szerint a szervezőbizottság egyik talán legfontosabb tagja volt. Mi volt a feladatod, és mit végeztél el ebben az ügyben? Hát a ház megvétele előtt körülbelül már 2 éve nézegettünk helyet, ami megfelelt volna a magyar háznak. A különböző klubok és egyesületek, szövetségek bíztak meg engem, mert akkor ugye, mint ingatlan közvetítő, hogy találjak valami megfelelőt. Merre felé keresetek helyet? Csak ezen a környéken, vagy máshol is? Ahol a legjobb vétel lett volna. És akkor ez volt a legjobb vétel? Helyes. És az ház alapító bizottságnak a tagjai sajnos azok közül már egy sincs köztünk. Böröcki, Pelikán János, még egy pár, hát nincs nálam a lista, akikkel ezt elkezdtük, minden hónap egyszer volt, hogy találkozunk. Az egyik gimnáziumnak a termét béreltük ki, és ott jöttünk össze. Az egyik reprezentálója a Halászvadász Szövetségnek volt a Györfi Lajos, aki szintén köztünk volt. Megbeszélésnek az lett a vége, hogy egy pár helyet találtunk, de valaki leszavazta, vagy pedig nem volt rá elég keret, hogy azt meg is vegyük. Végre találtam ezt, ahol most vagyunk. Ez egy csődbe ment hegesztő műhely volt, aminek tört, zúzott kő volt a padló helyett, daruk lógtak a levegőben, emelők, és ez mindenkinek tetszett, mert az ár olyan volt, hogy nem lehetett ezt elmulasztani. Sokan jelentkeztek, hogy közmunkával ők helyrehozzák, sok szakember volt. Na most, mikor a megvételre került a sor, nagyon nehéz volt a pénzt összeszedni, adakozókat kerestünk. Én leveleket küldtem ki, hogy aki hajlandó adományt adni, vagy pedig kölcsönt, az írja oda, hogy mennyit. És még így se jött elég pénz össze, de akkor a Bobics Jenő felajánlotta, hogy ő visszavesz jelzálog kölcsönt, amit ő meg is tett. Szóval ami pénz összejött, és az első jelzálog kölcsön, a mortgage, amit a Jenő adott,
Emlékszel, hogy mennyi volt ez? Nem emlékszem most már, meg kell néznem, ma kerestem azt a... De körülbelül sem tudom. Szóval akkor, mikor megtaláltam ezt a helyet, legelső lépés az volt, hogy ugye a pénzt tudtuk, hogy elég nehéz lesz összeállítani, és a Halászvadász Egyesület Györfivel az élén volt a legerősebb szervezet szakemberekkel, akik képesek voltak ezt a megvételt nyélbe ütni. Száraz Lacéknál a garázsban ott volt egy találkozó, amikor szóbelileg nyílbe lett ütve az, hogy ha törik, ha szakad, a Halászvadász Egyesület annyira segít, hogy a megvétel mindenképpen meg fog történni. Na most amellett nagyon sok ajánlat, felajánlás jött be, ezer dolláros adományok, annál kevesebb, szóval mindent értékeltünk, amit kaptunk. Ugye hát a névsora az adakozóknak az ugye a Magyar Ház falán van kint, és szóval utána, amikor a találkozók meg volt a Száraz Laci garázsába, átmentünk a Györfihöz, lementünk az borpincébe, és megittük az áldomást, és a Lajossal, akkor összefogva, és persze a Szárazzal is, megcsináltam az adásvételi szerződést, ami el lett fogadva, és akkor az ügy le lett zárva. Utána minden nap, majdnem éjfélig itt voltak az önként jelentkezők, hogy közmunkával megépítsék ezt a csodálatos helyet. Úgyhogy ezt nem lehet megköszönni az utókornak, hogy ennyit kaptunk tőlük. Ebben ugye benne van egy hosszú sora a szakembereknek. Sefer Imre minden nap itt volt, Márta is itt volt. Én az irodában, amikor este végeztem, általában 8 óra után, majdnem minden este megálltam, és egy láda sört itt hagytam, amit nagyon értékeltek, mert mindenki izzadt a sok munkában. Jó, köszönöm szépen. Akkor most eljutottunk odáig, hogy megvolt a telek, megvolt a hely, és akkor majd az építkezésről Bakonyi Endit fogjuk kérdezni. Tehát most Bakonyi Endit kérdezem, hogy miután megvolt a telek, és megindult a munka, hogy folyt, ki mit csinált, kik szerepeltek, ki csinálták a munkát? Átlagban itt a Magyar Házat munkaidő után volt kinyitva, és minden nap szakmunkások elfogadtuk, ha valaki, mint csak egy egyszerű munkás idejön és segít, de átlagban szakmunkások voltak itt. Tudnál valamit mondani arról is, hogy hogy nézett ki ez a ház akkor, mikor ezt megkaptál? Ez a ház, mint az Ernő levázolta, egy vasas műhely volt, konkrét floor volt, meg gravel, és két lépcső följárat volt. Az emeletre, ha most a könyvtárra. Igen, az emeletre, igen. Mivel a város nem engedte meg, hogy kinyissuk a házat, mivel a lépcső túl magas volt és veszélyes. Ezt nem engedte meg a város, nem kaptuk meg ezt, azért kellett a felső emeletet teljesen csiprakkal befedni. Az jó is, különben megvan egy külön helység. És ablakokkal le lehetett látni kicsit. Szóval nem volt a legpraktikusabb, mert kellett volna nekünk hely fönt is, mivel akkor, mikor mi kinyitottuk a házat, nagyon sok vendég volt magyarokból. Magyarok voltak itt 90%-a, vagy 95, akik ide jártak évekig utána, amikor megnyílt a Magyar Ház, és sajnos nagyon sokszor tömve volt a ház, úgyhogy alig tudtuk őket, már sokat majdnem el kellett utasítani. De a ház ment, és nagyon jó volt. A Száraz László volt az első prezident. Igen. Nem a Györfi Lajos, hanem a Száraz László.
volt az első prezident itt ebben házban. És a Laci nem szerette nagyon, nem volt híve annak, hogy ezt magyar háznak hívjuk, mert ő, mivel ő rajta keresztül a Fish and Game Club, azon keresztül épült ez a ház. Uh-huh. Jó. És a liquor license-t sokáig a Hangéren Fish and Game Club, nem tudom most mivel van, de és azon magyar volt, ház van, és azt nem cserélték meg. És emlékszel, hogy mikor változott át a Vadász-Halász Egyesület magyar házzá? Meg volt egy pont, amikor igen, volt valamilyen szempontból, valami igen, miatt át kellett volt, nevezni. Volt ez a Száros László, azt hiszem egy vagy két évig volt azt hiszem elnök, és eljött egy idő, mikor abszolút nem lehetett már ezt a Fish and Game Club névet unta nép, jó magam is, és elhatároztuk, hogy egy gyűlésen, hogy megcseréljük a nevét. Mm. Igen, és... Nem tudod, mikor volt ez körülbelül? Ez körülbelül 83. Szóval már viszonylag elég hamar megtörtént. Igen, elég hamar megtörtént. Én emlékszem, mikor idejöttem, igen. 82-ben, akkor még nem tudom, hogy mi volt a neve, igen, de azt hiszem. És akkor magyar háznak emlegettük, az biztos. Magyar, igen. És azért lett, mi, mint tagok, volt egy gyűlés, és megszavaztuk, uh-huh. hogy magyar ház, és angolra uh-huh. lefordítva uh-huh. Hungarian Community Center lett. Ezt a nevet adtuk a igen. magyar háznak, és ami szerintem nagyon jó, és szép, és megfelelt, ezt nem is kell soha az életben talán módosítani, mert nem tudom, mire föl. Nem is kell. És igen. Most arra szeretnének még kérni, hogy valamit mesélj arról, hogy milyen munkákat kellett itt elvégezni ahhoz, hogy a jelenleg, igen. hát ha nem is a jelenlegi, meg azóta már volt igen, felújítás. De... Igen, a kezdettől fizikai munka volt, mivel föl kellett törni a betont, föl kellett törni, mivel a vízvezeték szerelőnek a csövek, ahogy mentek, annak hely kellett, és ott itt, mit tudom én, van egy 4 incses vastag beton, amit körbe fel kell törni, és akkor voltak, fizikai munka volt itt a legtöbb, megmondom őszintén. Tehát betonozás volt, igen. Falakon kellett, csak annyit változtattatok, hogy a könyvtárnak az első részét, ezt a falat, ezt beépítettétek, ugye? Ne. Más volt, még valami más. Itt nem volt semmi. Nem volt a falak ledöntve, itt nem volt fal, egy csitrakfal, nem. Itt nem volt semmi, ez egy műhely volt. Ahol bejöttek, és a munkások is meg elmentek kocsikkal is, dolgoztak. De itt mindent, amit el tudsz képzelni, a konyhától kezdve, a bár, a két vasrum, kezdve mindent fönn, mindent át lett alakítva, a mennyezettől kezdve minden. Na hát, nagy munka volt. Igen, nagy munka volt, és nálunk nem volt sajnos egy megbízott ember, akit megszavaztunk volna abban az időben, hogy ez vezeti a munkát le, Ernő tudja, meg maga is tudja, és itt mi dolgoztunk, de néha, tudod, volt egy kis nézeteltérés, mert egyik így akarta, a másik meg na, másképp, hát érted, magyar szokás. Meg se lepődök rajta. De azért lelkesek na, persze, voltunk. Persze. Egy évig tartott pontosan minden munkaidő után, minden este itt voltunk, szombaton, jó fél napot mindig, és a különböző asszonyok a weekenden, amikor szombat volt, különböző asszonyok hoztak ide nekünk ebédet, és beültünk, és itt ebédeztünk. Nagyon érdekes. Köszönöm igen. szépen. Most megkérem Mártát, hogy ő is mondjon el egyet-kettőt az emlékei közül. Hát... Ugye tudom, hogy a férje végezte a fizikai munkát, de nyilván az asszonyokra is szükség volt, ha más nem, volt. Hogy... szervezzen, én vezessen, voltam a hivatalos taxi driver, mert az Imre olyan fáradt volt, hogy
vezetés közben elaludt, szóval én rám hárult az autó vezetése. De azzal szeretném kezdeni, hogy 56-ban, mikor a magyarok kijöttek, abban az időben a legtöbbje kisiparos volt. Szóval mindenkinek volt, majdnem mindenkinek volt szakmája. És akkor bekerültünk, ugye a Száraz Laci csinált egy nagy gyűlést a garázsába, elmentünk, és hát persze, hogy megszavaztuk, hogy ki mennyi pénzt ad a Magyar Ház javára, illetve akkor a Fish and Game Club néven szerepelt. És persze ő megmondta az Ernő, hogy hogyan sikerült megvenni, és akkor kezdődött a munka. Imre és akkor milyen munkát végzett? Az Imre, ő asztalos volt, asztalos. Ő csinálta a színpadot. Ő csinálta a, nem ezt a bárt, hanem egy igazán. Azóta ez már a harmadik. Ez már körülbelül, igen, mert amit utána az Imre bárt, amit csinált, ott sose ütöttem be az oromat, de amit utána csináltak, az olyan magas volt, hogy én meg olyan tökmag vagyok, hogy mindig az oromat ütöttem meg. De azért remélem, hogy mostani már megfelel, ugye? Ó, ez most igen, már levágták a lábát. Hát mondjuk inkább mondhatnám úgy, hogy teljesen újra lett építve, de mindesetre nem olyan magas. Nem olyan magas, úgyhogy nem kell attól félni, hogy beütöm az oromat, ha oda megyek a bárhoz. Úgyhogy rengeteget dolgoztak, annyi ember jött mindig. Egyetlen egy problémája volt az Imrének, hogy amikor a Györfi Lajos elment vásárolni, a legócskább anyagot vette, és az Imre nem győzte visszahordani a bájtámhoz, és kicserélte. Hát persze aztán az úgy ment a kicserélés, hogy az Imre fizette a különbséget. Ott volt neki egy accountja, hát úgyhogy minden... Ha nem szakember vásárolja az anyagot, igen, esetleg hát ő megfelel meg. Ő az autókhoz értett, badis volt. Autós. És amikor az Imre mondta neki, hogy hát ebből nem lehet rendes színpadot csinálni, hát... Na még jó, hogy akkor volt egy valaki, aki tudta, hogy mi hát kell. Hát az Imre tudta a szakmáját, úgyhogy... Meg kell állapítsuk, hogy a színpad még az azóta is jó tartja igen. magát. Igaz, hogy az elejét leszették, hogy nagyobb legyen amit el tudják rakni a székeket, ja, minden. Tárolni tudunk alatta, igen. És igen. Az nagyon fontos, mert a Magyar Házban sok minden van, de helyi akkor nem is volt berakni oda, ahol mi, de nem ennyi. De ja. Szóval az úgy ment, hogy dolgoztunk, ha kellett, ha nem. Az Imre elvégezte a munkáját rendesen a 8 órát, és akkor hazajött vacsorázni, és akkor mind a ketten beugrottunk az autóba, és behoztam az Imrét olyan elég egy fél óra alatt 50 kilométerről. Nagymájal Ródon laktunk. Ott félig meddig már készen volt a ház, annyira, mert az Imre ott épített házat nekünk, hogy be tudtuk zárni. Fürdőszobába persze úgy volt, hogy még csak függöny se volt, de hát nem volt ott senki más, csak mi. Jó, hát köszönöm és szépen. Van még valami, ami érdekes, amit hát el tudna mondani? Nagyon élveztem. Főleg, mikor vártam télen, ahogy dolgoztak a férfiak, ott fönt, még most is ott van a fűtésluk. Én nekem oda tette az Imre a nagy létrát, fölmentem a tetejére, és ott velegettem, mert olyan hideg volt. Amikor nem volt hideg, akkor meg összeraktam 3-4 széket, és azon aludtam egyet, még Imréjék dolgoztak. De mindenki szívvel, lélekkel csinálta. Köszönöm szépen. Köszöntelek, Rudi, mint a Magyar Ház elnökét. Tudtam már második alkalommal vagy Magyar Háznak az elnöke. Az első mikor történt? Az első az én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, hallgatókat. Hát az első elnökségem az a 2008-tól 2012-ig volt. Tehát két terminus. Fel tudnál sorolni egy néhány korábbi elnököt, ha lehet mindegyiket? Persze.
Hát a nézőinket érdek, mi, igen, kik voltak, igen, azok, akik a házat. Én a Gábor Árontól vettem át 2008-ban. De először talán voltak. Ja. Hát a Györfi Lajos. Igen, hát kezdhetjük a Száraz László, igen, Györfi Lajos, akkor Polgár József, hogyha jól emlékszem, igen, illetve volt a melyik Attila? A sőt, Péter Attila, Péter Attila, igen. Sőt, Nagy Feri is volt elnök. Igen, Nagy, igen, Feri. A Nagy Feri is a 80-as években, és akkor a Polgár Józsi, Áron Gábor, Gábor Áron. Gábor Áron, igen, és akkor én előtte volt a Bognár Kati, bocsánat, a Bognár Kati is volt, akkor a Bognár Kati után Erika, mint ügyvezető, Cucor Erika, mint ügyvezető elnökként működött, illetve hát tartotta a házat, és akkor 2000, akkor a Gábor Áron vette át, és akkor én még a Gábor Áron alatt voltam igazgatósági tanácstag, azt hiszem, hogy 3 évig körülbelül, és akkor én 2008-ban vettem át a házat, 2 terminust tudtam magamnak, és akkor 2012-ben folytatódott a Hámori Tamás, utána a Szeri Béla. Rövid ideig. Rövid ideig, ugyanúgy a Hámori is rövid ideig, ugye, és akkor a Lapós Tibor vette át az elnökséget, ha jól tudom, 2015-ben. És akkor 2015-ben mindig páratlan évekre jutott a választás. Tehát előtte mindig a páros évek, be volt választások, és akkor mivel a lemondottak miatt átváltozott páratlan évekre. És akkor 2015-ben a Lapós Tibor, egészen 2021-ig. Ez év. Igen, ez év márciusáig. És ugye a Lapós ideje alatt is, mint alelnök szolgáltam. Tehát mondhatom azt, hogy 2006-tól aktívan, egy évet kivéve, amikor Észak-Kubekben dolgoztam, nem voltam a vezetőségben. Szóval. Na most ugye szó esett már arról, hogy megépíteni nagyon nehéz dolog volt a ház, óriási erőfeszítés és áldozatkészség, eredményeképpen jött létre a ház, de próbálj valamit talán mondani arról is, hogy mennyire volt ez könnyű vagy nehéz ezt a házat most már 40 évig fenntartani. És mennyiben változott a ház külsőleg vagy belsőleg, szervezetében, és így tovább. Igen, hát ugye volt egy idő, amikor élveztük a háznak az állagát, olyan értelemben, hogy nem kellett sokat költeni, és hozzá se nyúlni, ugye, de eljött az idő, amikor ugye kezdem a tetőtől kezdve, ugye, a tetőnk beázott, azt meg kellett csinálni, az volt egy olyan 50 ezer dolláros figura, akkor úgy döntöttünk, hogy a kazánházat fölvisszük a tetőre egyúttal, és egy kis raktár szabadult föl végül is a régi kazánházból. Aztán csináltunk ugye könyvtárban renoválásokat, körbepolcok, stb. Igen. És utána még egy nagyon-nagyon drága renoválás sikerült megcsinálnunk, az aszfaltot kint. Ugye, mert az is 30-40 év lukak voltak már, és féltünk, hogy esetleg be is perelnek bizonyos emberek, akik esetleg elbotlanának, vagy valami. Úgyhogy az, és akkor a legutolsó nagy renoválás az a benti teremnek a padlója volt. Ott is már volt még egy kis fürdőszoba. Igen, és a fönti fürdőszobát teljes mértékben, hogy mondjam, tudtuk renoválni. És aztán ne felejtkezzem, amit te csináltál. Igen, igen, igen. És akkor az összes neon lámpákat kicseréltük, ugye ezekre a modern LED LED lámpákra, amik sokkal kevesebbet fogyasztanak, mint a régiek, és sokáig tartanak. Ugye ez is 12 darab, hogyha jól emlékszem. Igen. Igen, igen. És hát most jelen pillanatban a két illem helyet szeretnénk valahogy rendbe hozni, mert ugye az is nem csak hogy az 50-es éveknek, vagy a 70-es éveknek a tükrözése, de ott is kéne már egy kis felfrissítés. Szóval valami karbantartásra sajnos mindig szükség van, de a legnehezebb és a legnagyobb dolgok már megvannak. Igen, igen, igen. Most mit látod a magyar ház további jövőjét?
Hát szerintem mindenki látja a betűket a falon, hogy a jövőt viszonyítva, hogy ha a fiatalok nem kapcsolódnak be, akkor nagyon nehéz lesz tovább vinnünk a házat. Tehát nem fizikailag gondolom, hanem eszmeileg, tehát muszáj egy... De pénzügyileg föltétlenül. Pénzügyileg, persze, pénzügyileg is. Hát azt elmondhatom, hogy most azt hiszem 2 éve vagy 3 éve már volt ez volt egy klub, aki bérelt a házat, illetve van egy klubunk, aki béreli a házat, most nem a Covid idején, de a Covidon kívül, akiket visszavárunk nagy szeretettel, és hát azok adtak egy ilyen, hogy mondjam, életmentő forrást, hogy tudjuk a házat talán fenntartani. De nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon kellenek a fiatalok, az ötletek, és hogy ez a ház megmaradjon. A Covid idején be kellett vezetnünk ezt az úgynevezett elvitelre, 2 hetentei elvitelre való foglalkozást, ami tulajdonképpen megint egy mentőként jelentkezett a Magyar Ház pénzügyi rendezésében, és ugyanebben az időben minden hónapban egy süteményvásárt rendeztünk, ami megint egy nagyon jó forrást jelentett. Tehát végül is azt tudjuk mondani, és én szerintem arra lehetünk büszkék, és én is személyesen arra vagyok büszke, hogy minden helyzetben megállt idáig a Magyar Ház és az önkéntesek és a tagok, tehát megálltunk a helyünket, nem kaptunk állami támogatást, nem is kértünk, hanem saját magunk erejéből tudtuk vinni. És most a jelen időben, amikor bejönnek, sok idegen bejön, és azt mondják, hogy hát... You guys have a very nice hall. Tehát mondják, hogy nagyon jó klubházatok van. És azt hiszem, hogy egy magyarnak itt Ottawában ez egy büszkeség, hogy van egy házunk. És ahogy a Gábor is mondta, vigyáznunk kell rá, és minél jobban összedugni a fejünket, és az ötleteket, és stb. Köszönöm szépen, és... Megkérem kedves nézőinket, hallgatóinkat, hogy tartsák ezeket az intőszavakat észben, mert a Magyar Ház fönnállása mindannyiunk érdeke, és nagyon nem szeretnénk, ha a közeljövőben, akár még csak a távoljövőben sem meg kellene zárnunk. Igen. Köszönöm szépen!